köldökcsonk ápolás alapvetően egy nagyon egyszerű feladat, amit minden nap végeznünk kell, amire szükségünk van, az egy steril gézlap, illetve oktaniszept. Meg kell fognunk majd a köldökcsatot, illetve hogyha az már nincs, akkor a köldökcsonkot, egy picit megdönteni annak érdekében, hogy jól hozzáférjünk a köldök árokban is a nyers köldökcsonkhoz, felül is és alul is. Tehát akkor itt van a steril gézlap. Ebből veszek egy adagot, átnedvesítem oktaniszeptel. Ne aggódjunk ilyenkor, ha megfogjuk a köldökcsonkot, ez nem fáj a babának. És egy határozott mozdulattal kifelé sodorva törlök egyet. Ezután új felülettel alulról is megdöntöm, és kifelé törölve törlök egyet, és gyakorlatilag végeztem is. A lényeg, hogy a bőrre legkevésbé menjen ez a fertőtlenítő, és a köldök árokba is érjen a fertőtlenítőszer. Általános hiba az szokott lenni, hogy csak a felületét fertőtlenítik le a köldökcsonknak, ezáltal a köldök árokba lévő nyers felület nem kerül fertőtlenítésre. Nagyjából naponta kétszer elegendő áttörölni a köldökcsonkot. Amennyiben fürdetünk, akkor az egyik mindenképpen a fürdetés után legyen. Fürdetéskor ne érje víz a köldökcsonkot, tehát kicsit érheti víz a köldökcsonkot, de ne áztassuk a köldökcsonkot a vízben. Nagyjából két hét, maximum két hét alatt esik le a köldökcsonk, van, hogy előbb is. Amennyiben piros kiütések, esetleg bűzös váladékozást tapasztalunk, mindenképpen mutassuk meg orvosnak.